Everybody asked me how I know. I smiled at them and said she told me so fine. Everybody asked me how I know. I smiled at them and said she told me so fine. Everybody asked me how I know. I smiled at them and said she told me so fine. Everybody. A pécsi egyetemi napokon találkoztunk először éles helyzetben az általi eszközökkel, ahol igen szépen teljesítettek. Ezek után megkeresett minket a Fishing Honor főnek a rendezősége, és arra kértek minket, hogy próbáljunk mi egy professzionálisabb rendszert összehozni. Az eddigi éveinkben nagyon döcögös volt a tapasztalat, tehát olyan beszállítónk volt, aki nem nagyon tudta ezt a vállalást teljesíteni, hogy ez egy jó szolgáltatás legyen. Ez a rendezvény más volt, mint a pécsi egyetemi napok, mivel itt a fesztiválozók ott is laktak nagy rész a helyszínen, tehát sátrakban vagy egyéb ilyen kisebb házakban, így egy azt lehet mondani, hogy egész napos felhasználás és nem csak a rendezvény koncert eseményei ideje alatt volt úgymond nyúzás alatt a technika. Egy úgymond domb vagy hegy oldalban található, ami tele van fákkal. Ez miatt nagyszámú access pointot kellett elhelyezni, és ezeket optikai kábellel kötöttük össze. Több mint 800 méter optikai kábelt építettünk ki a rendezvény helyszínén. 16 access point került felépítésre. Hát szerintem a 21. században most már a 2010-es években alapvető, hogy az emberek neteznek mobiltelefonon, táblagépeken, és ha nem megoldható mobilnet segítségével, akkor tök jó, hogy egy fesztiválon van wifi. A Tar Kft. Segítségével, akik a tó másik oldalán rendelkeznek optikai végponttal, nyújtottak segítséget. Tőlük egy 100 megabites betápot béreltünk. Egy tartalékvonalra mindenképpen szükségünk volt, amit a Nikon Kft. Biztosított számunkra. Az Altai által kínált berendezések közül három különböző típusút használtunk fel a rendezvényen. Egy darab A8-as teljesített szolgálatot a nagy színpadhoz delegálva. Ugye itt vártuk azt, hogy a legnagyobb felhasználó szám lesz. Emellett volt egy ételudvar rész, ahol ugye az emberek szintén elég sok időt töltöttek. Itt A2-eseket vetettünk be, és emellett a C1-eseket, ugye a legkisebb tagjait az általi vezeték nélküli access pointjainak, pedig úgymond az útvonalakon, amik összekötötték a különböző rendezvényhelyszíneket, kerültek installálásra. Ez két különböző felhasználói körnek került kiépítésre. Az egyik a VIP, tehát az ott dolgozók és fellépők számára egy titkosított, jelszóval védett hálózat került kiépítésre, illetve a fesztivál vendégeinek a számára biztosítottunk internet elérést. A kemping eltartó képesség az 7000 fő, plusz a dolgozók, plusz a zenekarok, tehát általában ez egy ilyen 9000 ember, akit benn van a területen. Összességében olyan 1000-1200 felhasználót regisztráltunk a hálózaton. A rendezvény egészét tekintve a felhasználók igazából az Instagramot és a Facebookot használták, így a 40-50 megabit tett tudtak maximálisan elhasználni a rendelkezésre álló 100 megabitből. Átlagban ilyen 80-100 ügyfél csatlakozott antennánként föl, viszont volt olyan nagyobb tömegeket vonzó előadások a nagy színpadon,
ahol akár a 150 főt is elérték az egy időben fölcsatlakozott ügyfelek száma. Az utóbbi években tapasztalt, ahogy már említettem, más szolgáltatók által biztosított eszközök közel sem hozták ezeket a jó eredményeket, egy időben nem tudtak megfelelő számú ügyfeleket kiszolgálni, így folyamatosan olyan visszajelzések jöttek, hogy ugye nem tudnak fölcsatlakozni az adott AP-ra, illetve akkor is csatlakoznak, akkor nagyon lassú és nagyon sűrű le is dobálta őket. Az idejében már először azt, hogy szerintem ez így jól működik, bár én igazából csak a számukra kialakított VIP és staff hálózatokat használom, és azért is kértük, hogy legyen, de semmilyen panaszt nem kaptam a publikus wifi használ Louis-tól arra, hogy itt most baj lenne.